Az elmúlt hetekben azt tapasztaltuk, hogy a korábbiakkal ellentétben a COVID-fertőzésre gyanús esetek száma csökkent, és hát egyre gyakoribbak az inkább influenza-szerű betegségre jellemző betegek, típusos influenzás betegség tünetek, illetve nagy számban ilyen hűléses, náthás, torokfájós, fejfájós hőemelkedés betegség fordul elő. Inkább a munkaképes korosztályban, illetve hát ahol gyerekek vannak a családban, iskolában. A gyermekorvosok tájékoztatása szerint nagyon nagy számban terjed a fertőzés a gyerekek között. A tünetek szinte minden esetben hasonlóak. Nagyon igénybe veszi a szervezetet, sokszor ez a magas láz, meg a kínzó köhögés, és hát igazából olyan nagyon speciális gyógyszert nem is tudunk adni rá. Azt tanácsoljuk, hogy lehetőleg maradjanak otthon, főleg ha magas láz van, ne menjenek dolgozni, ne menjenek közösségbe, ne terjesszék a betegséget. Úgy néz ki, hogy eléggé elhúzódik ez az influenza szezon. Még mindig érdemes lenne beadatni az influenza elleni védőoltást. Én nem szoktam influenzás lenni, mert rendszeresen járok védőoltásra, úgyhogy ilyen problémám nincs. A televíziónk által megkérdezett lakosok szerint a legfontosabb a megelőzés és az immunrendszer erősítése. Igyekszem sportosan élni. 5 éves korom óta rendszeresen sportolok, mozgok, és úgy gondolom, hogy egészségesen táplálkozom. Az mit jelent? Hát olyan ételeket eszem, ami egészséges. Fehér húsokat, zöldséget, gyümölcsöt. Orvosságot nem kell szedjek, jó a vérnyomásom, nincs cukrom. Farkas József nem szokott beteg lenni, elég erősnek tartja immunrendszerét. Nem kivételesen jónak tartom általában az immunrendszeremet, nem, az életem során nem sűrűn betegedtem le, nem kellett nagyon beteg állományba menjek munkám során, iskolai évem alatt nem nagyon kellett hiányozzak az iskolából. Családi körben is, hogyha valaki elkapott valamit, általában nagyon ritkán volt, hogy én elkaptam tőlük. Az évente ismétlődő influenza járvány elleni egyik legjobb védekezési mód a védőoltás. Az influenza vírus által okozott fertőző légúti betegségek hazánkban jellemzően télen és kora tavasszal okoznak szezonális járványokat. A szezonális védőoltás védelmet nyújt több influenza altípussal szemben, melyek várhatóan a szezonban cirkulálnak a lakosság körében, így a fertőződés és a járványos terjedés jó eséllyel megelőzhető.